Új hajnal hasadt az utolsó előtti Tenerifén, amit egy Tiborancia által ihletett reggelivel indítunk. Aztán útnak is indulunk. Szóval akkor utolsó teljes nap reggel, egy érdekesen alakult manci éjszaka után. És gyakorlatilag semmi értelmes tervünk. Most elmegyünk és megnézzük Los Gigantes. Megnézzük, hogy ott milyen a kilátás, a helyi ócska, strand, és ha nem fog tetszeni Manónak, amiben biztos vagyok, akkor megyünk tovább a Playa Duk, vagy Dukve, attól függ, hogy kell kiejteni, című strandra. Imrém, a helyett, hogy a hülye heroikus zenédet hallgatnánk végig, talán mondanék pár szót erről a helyről, ahova éppen megérkeztek. Itt ugyanis a sziklák magasabbak, mint az átlagos önértékelésed egy Tinder randin. Üdvözöllek Tenerife egyik legérdekesebb és egyben legzavarosabb strandján, a Playa Los Guyoson. Ha azt hiszed, hogy ez egy hagyományos homokos tengerpart, akkor készülj fel egy kis meglepetésre. Először is, ha itt homokos talajra vársz, akkor nyugodtan hozhatod a saját homokozód, mert itt a homok helyett inkább kövekkel találkozom. De ne hidd, hogy a Playa Los Guyos ezzel bármit is veszít a vonzerejéből. A sziklás tengerpart ugyanis egy igazi kincs a külgyűjtők és tarbetegségek kedvelői számára. Da kann man ganz gut reingehen. Innen sind auch ein paar Steine, aber da kann man schon schwimmen. Na, milyen? Egyszerűen varázslatos. Ilyen jó még sosem. Deine Meinung über das Strand, was du soeben gesagt hast? Also man kann hier gut baden, aber besonders schön schaut er nicht aus. Ja, aber... schön schaut es vielleicht nicht aus, aber das ist richtig kanarisch. Also das ist eigentlich was... Kanarisches, weil das ist wirklich der vulkanische Sand, ja. Nicht der Sahara-Sand aus Afrika. Ist alles unbestritten, bloß Tatsache, dass es nicht schön ausschaut. Ist nicht zu verleugnen. Itt tehát nem maradt más, mint hogy elkezdtük megvalósítani a mai napra tervezett B-tervünket. Ehhez persze előtte el kellett vonulnunk azok mellett, akik éppen szembe jöttek. Itt a strandon, ahol a nap szikrázott, és a homok forróbb volt, mint egy friss sütésű pizza, közben két fiú úgy döntött, hogy rákészül a következő olimpiára. Miután elfogyasztották az összes krémes fagyit a büféből, úgy érezték, hogy túl sok testzsír került a hasukra, így úgy döntöttek, hogy egy kis birkózásba kezdenek. Das war der letzte Strand für mich. Und, wie geht's weiter? Ja, vielleicht ein Mocharo oder sowas ähnliches. Aztán Ralf számára elérkezett az utolsó medencés csobbanás időpontja is. Ezt követően pedig egy utolsó naplemente nézésre indultunk. Szerencsére
Ekkor már Manó is megtanulta, hogyan lehet a legcsábosabb mosolyával a tökéletes selfit elkészíteni. Majd pusztán hagyománytiszteletből természetesen ugyanabban az indiai étteremben landoltunk, ahol az első esténken is. Utolsó vacsora. Wir haben jetzt also eine Woche hinter uns. Ja. Wie würde man diese Sehenswürdigkeiten bewerten? Also ich kann es so, ich kann es so sagen. Also an den heutigen zweiten Strand kann ich mich noch am besten erinnern. Okay. Ja, also. Und dann weiß ich auch noch, dass wir auch noch an anderen Stränden waren. Und ich weiß nur, die also am wenigsten mir gefallen haben, das haben wir ja gesagt. Das war also die zwei erwähnten. Ne? Genau. Und dann bei den anderen kann ich nicht mehr so sehr beurteilen, wie gut sie waren, aber die waren eigentlich alle nicht schlecht. Ja, also sagen wir mal dann die Reihenfolge. Ne? Ich sage dann, und dann korrigiere mich, wenn das dann nicht richtig ist. Also am untersten Platz ist Playa de la Tejita, wo der Nachbarstrand war. Ein bisschen höher, aber nicht viel höher, ist das heutige erste Bad. Richtig, ja. Ja. Und dann die Top 3 sind dann, also wie gesagt, Las Americas, also Playa del Camisón, das Publikumstrand Playa de las Teresitas und das heutige zweite Playa del Duque. Und nur, jetzt müssen wir entscheiden von den drei, 3, 2, 1. Ja. Dann hier ist es eher euer Sans. Ja, Platz 3, Playa del Camisón aus Amerika. Aber nur deswegen, weil dort das Publikum nicht so interessant war. Dann wegen Publikum ist dann Playa de las Teresitas am Platz 2. Genau. Und heute das, also Playa del Camisón. Teilweise mit Publikum, ja. Also, auch Publikum, ja, teilweise. Und dann Platz 1, Playa. Und dann schauen wir noch über die Sehenswürdigkeiten. Da ist die Auswahl nicht so groß. Bei den Sehenswürdigkeiten ist die Auswahl nicht so groß. Also dann Prost. Und kommen wir jetzt zu den Sehenswürdigkeiten, wovon wir nicht viel gesehen haben. Also ich würde sagen, an letzter Stelle, hast du zumindest gesagt, hat dir dieser Spaziergang Las Americas gefallen, weil das nicht viel Spannung zu tun hat und alles günstig war. Ich bin auch nicht besonders gut daran erinnern kann, dass es irgendein Erlebnis hätte gewesen sein sollen oder so. Also sagen wir mal, das ist an fünfter Stelle. Ja, okay. Ne? Ja. Okay. An vierter Stelle würde ich sagen, entweder Santa Cruz, die Hauptstadt, oder Los Gigantes. Also Los Gigantes ist für mich nicht so besonders Großartiges, weil solche 100 Felsen. Meter hohen Felsen gibt es eigentlich sehr überall. Häufig. Ne, also sagen wir mal, das ist an vierter Stelle. Ja, ja, ne? Ja. Los Gigantes ist an vierter Stelle. Also kannst du das empfehlen für jemanden? Also einmal... Es ist nur natürlich zum Anschauen, warum nicht? Ne? Aber, schon klar, sonst, ne? Aber sonst ist das aber nicht, ist so nicht so dass man jetzt interessant. Da, ja, ja. Wenn man in der Nähe ist, schaut man sich's an, ne? So ungefähr. Genau. Und dann haben wir eigentlich an dritter Stelle Santa Cruz, ne? Wahrscheinlich. Ja, vielleicht ganz nett, oder? Ganz nett, aber auch nichts Besonderes. Ja, ja. Also ja, ja. Umgehauen. Hat es uns glücklicherweise nicht. Gott sei Dank. Ja, ja. Und dann haben wir nur noch die Entscheidung zu treffen, Teide oder Loro Park. Ja, wobei, das ist bei mir schwierig, weil... In Teide war ich erstmals so hoch, ne? Ja. Du wahrscheinlich auch. Ja.
Und beim Loro-Park habe ich zumindest das erste Mal Orcas gesehen. Ne? Ja. Also es sind zwei Ereignisse, ne, die herausgestochen haben. Aber was also am Loro-Park hat mir ein paar Sachen nicht so sehr gut gefallen. Also da haben sie zwar so einen Vogelbereich gehabt, wo sie einigermaßen fliegen konnten, aber dann diese kleinen Käfige für die Vögel und so, das war nicht so besonders. Also Loro Park als zweiten. Also ich würde den Pelge als erstes nehmen. Ja. Und Data als erstes. Ja. Ja. Dann haben wir es. Also dann Prost. Prost. Das war ich natürlich immer noch nicht in minus 3, ne? Also ja. Ist ein Grund, vielleicht mal wieder herzukommen. Ütött tehát az utolsó óránkanyarolás során, még hozzá jó korán, hogy Ralf elérje a repülőjét. Tschüss. Alles Gute, guten Flug und viel Spaß. Mal an Manu, ja. Ja, okay. Kommt gut heim dann. Tschüss. Nekem még egy medencés csobbanásra volt időm, aztán ütött a mi óránk is. Előtte aztán még a 100. rákollót is kisütöttem, még a takarítóknak is adtam belőle. Megyünk Balatonra! Akkor megkezdtük az utolsó napi programot, elhagytuk a szállodát. Sikeresen nyomtatták nekünk még a beszállókártyát is. Mi pedig elindultunk a reptér felé, útba eső látványosság, a Playa de Montaña Amarilla felé. Tehát akkor ez itt a Montaña Amarilla. Tamás, beszélsz picit erről a helyről? Imrém, csak dicsérni tudlak, hogy milyen szépen alászinkronizáltad magad alá a saját hangodat. A Montaña Amarilla a Kanári-szigetek egyik gyöngyszeme, Tenerife déli részén található. A neve spanyolul azt jelenti, hogy sárga hegy, és nem csak egy egyszerű sárga hegy, hanem egy lenyűgöző természeti képződmény. Ha egy olyan helyre vágysz, ahol a homok finom, a tenger türkiszkék, és a nap mindig ragyog, akkor itt a helyed. Ez a tengerpart azoknak való, akik a nyugalmat és a csendet keresik. A Playa Montaña Amarilla fehér homokos partjának lágy simogatása a talpad alatt azonnal azt érzed majd, mintha egy luxus szőnyeg lenne. De a luxus itt nem a pénzben, hanem a természetben rejlik. De óvatlanul ne engedd magadat a szépségbe és a nyugalomba ringatni, mert könnyen előfordulhat, hogy időnként elfelejted, hogy neked még egy hazafelé vezető repülőjegyet. A megpróbáltatások azonban még nem értek véget, sőt, igazából csak most kezdődtek. Manó ugyanis kitalálta, hogy mi az nekünk, másszuk meg ezt a kis hegyecskét, a tűző nap hevében, délben. Csapatként indultunk a kis hegycsúcs felé, mintha egy hősi expedíció lennénk egy Indiana Jones filmben. A naptejek és kalapok, amiket magunkkal vihettünk volna, elvésztek valahol az űrben. A kilátás azonban valamennyire mégiscsak kárpótolt a vörösre sült orromért. Azért, ami viszont valaha is engem érdekelne, ha valaki tudja, akkor mondja meg, vagy írja meg kommentben, vagy nem tudom, mit akkor mondani a nagy influencerek, hogy Spanyolországban, akik strandolnak, azok hova pisilnek egyébként? De most tényleg, ez sehol egy WC. Itt mondjuk van egy, toj-toj, de azt is lakattal lezárták. Szóval hol kell pisilni?
Azért valahogy ezt a problémát is megoldottuk. Maradt még egy jó fél óránk, háromnegyed óránk, Las Galletas városában körülnéztünk még, persze látnivaló itt már nem nagyon volt, majd utána elindultunk a reptér felé. Dugóba kerültünk, ami idegállapotba hozott, erről hála Istennek nem maradtak fent felvételek, de azért mégis elértük a repülőnket. Miután még kármentési céllal gyorsan megittam a megmaradt Johnny Walker maradékát, én már erre a felszállásra és az út bő első felére egyáltalán nem emlékszem. A videónk így ér véget. Remélem tetszett, sziasztok!